Az építőipari cégek negyedének van 5 éven túli kifizetetlen számlája, és nagy részüknek, összesen 80%-uknak volt már valamilyen késedelmes kifizetése. Közölte Csermely Gábor, a teljesítésigazolási szakértői szervezetű helyettese Nyíregyházán. A szervezet az elszámolási vitákban nyújt segítséget az építőipari vállalkozásoknak már több mint 3 éve. 2013 óta működik ez a szervezet. Szeretnénk a köztudatba is erősíteni azt, hogy ez a szervezet működik, végzi a tevékenységét, tehát hogyha az építőipari vállalkozások között egy-egy teljesítésnél valami probléma merül fel, akkor ehhez a szervezethez bizalommal lehet fordulni. Itt a Kereskedelmi és Iparkamarában a megyei szervezeteknél végezzük az építőipari kivitelezőknek a nyilvántartását, regisztrációját. Itt a megyében közel 3000 gazdálkodó szervezet tett eddig eleget ennek a kötelezettségének. A teljesítésigazolási szakértői szerv csak magyarországi építkezési beruházásokat vizsgál. Olyan ügyekben segít, ahol nem adták ki a teljesítési igazolást, vagy vitás volt a dokumentum kiadása, de azokkal az esetekkel is foglalkoznak, ahol nem történt kifizetés az igazolás kiadása után, hangzott el az előadáson. Az eljárási határidő maximum 60 nap lehet, de az elmúlt évek tapasztalatai alapján 35 nap alatt sikerül ellenőrizni az ügyeket. A kérelmeket e-mailen vagy a szervezet honlapján keresztül is benyújthatják, de személyesen a helyi iparkamarák is segítenek ebben. Egyrészt nagyon fontos, hogy legyen írásos szerződés, mert hát csak azokban az ügyekben járhatunk el, ahol ilyen rendelkezésre áll, és hát azért előfordult már a mi gyakorlatunkban is, illetve hát tudunk arról, hogy az építőiparban azért az írásos szerződés nem minden esetben valósul meg. Illetve hát kérnénk mindenképp a teljesítés dokumentumait, mint hogyha építési napló vezetésére kötelezett munkáról van szó, akkor annak a csatolását, teljesítési igazolásokat, teljesítménynyilatkozatokat, stb. A szervezethez havonta átlagosan 15-20 kérelem érkezik. 2013 nyarától számítva már összesen 650 dokumentumot küldtek az ügyfelek. Ezek összértéke lassan a 200 milliárd forintot is eléri. A szervezet eljárási díja a vitatott összeg bruttó 1%-a, amely 60 és 450 ezer forint között mozoghat.